A legtöbben meglepődnénk azt látva, amint valaki önfeledten táncol a város főterén. Négy fiatal srác, akit a színház iránti szeretet és érdeklődés kötött össze, Mrozek Mulatság című darabjának elkészítésére adták a fejüket. A közös beszélgetések, táborozások és alkotni vágyás tekinthető projektjük első lépéseinek, ezt pedig a sok-sok közös munka követte. A kezdetben színpadi keretek közé álmodott darabot az időközben kialakult járványhelyzet teljesen felborította. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiúk végül úgy határoztak, hogy egy performance előadás kísérlet keretében, a mulatságot keresve Marosvásárhely utcáin, az éppen arra járó embereknek játszanak majd. Hát ugye még a színház valaminek az ábrázolására törekszik mindig. A performatív irányok a valós itt és most megtapasztalásra azt helyezik fókuszban. Tehát, hogy mindenképp muszáj te valahogyan reagálj arra, ami történik veled is. És az is benne van, hogy minden pillanata mondjuk egy performance-nak egyszeri és egyedi. Tehát az, hogy én mondjuk kijövök ilyen és ilyen órák után az iskolából, és megtörténik velem az, hogy egy színpadi karakter, egy hagyományosan színpadi karakter interakcióba lép velem, délután 2-kor a napsütésben, az a pillanat csak az enyém és csak azért az emberi, aki hozza nekem ezt a performance-ot. Így nem tudok igazából távolságot tartani, míg mondjuk a mai nyugati színház arra van kondicionálva, hogy én sötétből végig tudjam figyelni azt, ahogyan a nagy fényben megvakulva a színészek elvégzik, amit elvégeznek. Projektjük egyik központi motívuma a mulatságkeresés volt, így gyakran táncra perdültek a járókelők szeme láttára. A fiúk elmondása szerint nem kis kihívást jelentett számukra, hogy az eredetileg színpadi keretek közé képzelt előadást teljesen átgondolva és átalakítva az utca emberének mutassák be. Nagyon-nagyon izgalmas érzés volt az, amikor karakterben kiléptem először az utcára. Tehát én egy női karaktert vettem fel magamra, és nagyon furcsa volt, hogy láttam a megbélyegző szemeket az emberek arcán, hogy hát egy férfi női ruhába, női szemüveg, női smink, csillámpor, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon fura élmény volt, és kicsit volt bennem egy olyan érzés, hogy miután levettem a karaktert magamról, az emberek a hátam mögött fognak mutogatni, hogy jaj, hát ez volt az, aki így, úgy. De igazából ezt kinőttem, és már abszolút nem zavar, és teljes mértékben megbarátkoztam ezzel. Rávilágított egy olyan részemre, amit talán, hogyha nem történik meg ez a performance sorozat, ez a hét, ez az egész próba folyamat, akkor észre sem veszem, hogy én is beleestem ezekbe a csapdákba. Tehát egy nagyon jó önreflexió volt ez az egész, amit mi kipróbáltunk, kísérleteztünk az emberekkel. Úgymond ők figyeltek meg minket, de valójában megfordítva történt az egész, és az is volt a célja. A fiúk egy héten keresztül minden nap kimentek az utcára a helyiekkel és az itteni emberek reakcióival ismerkedni. A performance sorozat zárásául pedig vasárnap este a Marosvásárhelyi GKV-zóban tekinthették meg a nézők az előadást. Nekem ebben az segített leginkább, hogy ne féljek. Én nagyon félek feloldódni. Szóval a színpadon sokkal könnyebb, ott van egy számomra például, van egy kötött valami, amin belül fel lehet oldódni. A kötöttségben meg lehet találni a nyitottságot például. De itt ez nincs. Itt megvan a karakterünk, azzal kimegyünk, és az emberek nem tudják, hogy mi mit akarunk csinálni, csak úgy néznek. És akkor az emberben ott van, hogy fél, vajon mit gondol, ez inkább egy ilyesmi játék, hogy a másik mit gondol. Mindig azzal törődünk, hogy mit gondol rólunk a másik, ahelyett, hogy a saját dolgainkkal foglalkoznánk. Na, ez egy nagy konklúzió benne. Kérlek nekem egy kis kozmikus energiát, hogy be tudjam kötni a boxzát. Samu, ki az a mindenki? Mindenki! Nem ők ott? Nem! Ők ott! Hát szerinted ki? Gyere ide! Jó, itt vagyok, igen! Belőled valami... Meg kéne keresd a belső feszültségedet, és átad nekem.